De én tényleg megcsinálom. Sziasztok! Az őszben nagyon sok jó dolog van, de a legjobb az az almás pite, méghozzá dióhabbal a tetején. Most fogjuk csinálni. Ez egy átlagos omlós tészénebből szoktam csinálni az almás pitét. Ennek a fele szimpla, finom liszt, a másik fele pedig teljes kiörlésű búzaliszt. Ezt összegyúrás után a hűtőben 2 órát tartottam. Ha látjuk, hogy ragad, akkor ne felejtsünk el alálisztázni. Mivel ez egy almás pite, fontos, hogy legyen oldala a tésztának a tepsiben, úgyhogy próbáljuk úgy eligazítani, hogy kicsit felfelé nyomkodjuk. A pluszok pedig jöhetnek azokra a helyekre, ahol nem sikerült mondjuk tökéletes fedést biztosítani. És most megszórjuk egy kis zsemlemorzsával, amire majd az alma tölteléket töltjük. Ez itt nagyjából 2 kiló almából készült, ez a töltelék. Simán megpároltam, egy nagyon kevés cukrot adtam hozzá, vaníliát és fahéjat. Veszünk egy tálat. Én most erre 4 tojásból fogok készíteni habot, amiben szépen elkeverjük majd a 30 deka diót és nagyjából 20 deka cukrot. Ne felejtsük el, csak a fehérjére van szükségünk. Ilyenkor tényleg csak megmosott tojással szabad dolgozni. Csipet só. És nyomjuk neki. Én az almatöltelékben nagyon-nagyon kevés cukrot tettem, hogy inkább a savanykás íz domináljon, meg a fahéj. Ez viszont elég édes lesz, úgyhogy nagyon jól fogja ellensúlyozni az alsó részt. Ezt óvatosan keverjük bele, ne törjük össze teljesen ezt a habot. Visszahozzuk a jó kis sütinket. És rákenjük a habot. És ez lesz az a pont, amikor szépen rácsokat helyezünk a tetejére a tésztából, és betoljuk a sütőbe. Még a nap is kisüt.